Szeretettel köszöntök mindenkit itt az legelső FIFA 19, hát nevezzük tutoriál videónak, igazából ez egy segítő videónak fog készülni annak érdekében, hogy a magyar community jobb eredményeket tudjon elérni Squad Battles-ben. Direkt nem is játszottam még ma le a négy meccsemet, ezt a négy meccset most fogom lejátszani. Lehet, hogy lejátszom és majd alá kommentálok, és úgy lesz a videóban, hogy normálisan tudjak koncentrálni, illetve majd lehet, hogy csinálok valami kis taktikai magyarázgatós részt is a videóhoz, pontosan megértsétek, miről lesz szó. A Squad Battles idén nehezebb lett annyiból, hogy a Legacy Defendingnek búcsút inthetünk, ugye? Ez jó is, meg rossz is. Jó annyiból, hogy a Legacy Defending, hogyha valaki egyszerre játszott online és offline, az nagyon-nagyon össze tudta zavarni az online játékodat. Tehát, hogyha valaki sokat tolta az SB-t, lejátszott a hétvégent és a 12 meccset letolt, aztán onnan váltott át a Weekend League-re, az bizony elég erős kihatással tudott lenni az online teljesítményére, mert ott meg nem tudott egyszerűen az ember agya így kattintásra váltani a két játékstílus között. Nyilván a gépnek vannak gyenge pontjai, és a gépnek fixek a gyenge pontjai. Ugye ez online nem így van, mindenki másnak más a gyenge pontja. A gépnek ugyanazok a gyenge pontjai, és mi ezeket fogjuk kihasználni. Menjünk is bele itt az első meccsbe, és minden meccset, tehát annak az érdekében, hogy el tudjunk jutni a top 100-ba, vagy el tudjunk jutni úgy elit 1-be simán, hogy a hétvégén kb. Hozzá se kelljen nyúlnunk a Squad Battles-höz, sikerült kimondani, annak érdekében Legendary-n célszerű játszani. A Legendary elég arra, hogy bekerüljünk a top 100-ba. 2360-2400 közötti szám. Ez az az átlag pont, amit nekünk el kell érni ahhoz, hogy be tudjunk jutni a top 100-ba. Ez mit jelent? 2360-2400 pont nagyjából azt jelenti, hogy minden egyes ellenfelünket legalább meg kell verni, és a nagy részüket 5 góllal kell megverni. Épp az lőni fog nekünk olyan gólokat, amik ellen nem fogunk tudni mit csinálni. Tehát vannak olyan pillanatok, vannak olyan mozdulatok a gépnek, amit az atya úristen se fog tudni megállítani, nemhogy mi. Ezeket az a fontos ilyenkor, hogy ne baszd fel magad, mert az nagyon nem lesz jó, saját tapasztalatból mondom. A gép ellen nem szabad felkúrni magad, az lényeg, hogy belőjed neki azt az 5 gólt minden áron, tehát hogyha a Szűzmáriát le kell hozdod a felső polcról, akkor is lőjed be azt az 5 rohadt gólt. És az, hogy kapsz 1, 2, esetleg 3 gólt, nem fog sokat jelenteni. Mert ha 5-0-ázod, az azt jelenti, hogy olyan 2700 pont körül fogsz kapni. Na neked nem feltétlenül kell a top 100-hoz 2700, neked elég az a 2360, de 2400-en már biztos benne vagy. Tehát ez azt jelenti, hogy te nyugodtan kaphatsz 2 gólt minden meccsen akár. Tehát a Squad Battles-ről nagyjából ennyit, ugye azt már nagyjából valószínűleg mindenki tudja, hogy hány meccs van, ugye hétköznap minden nap van 4 meccsed, hétvégente pedig minden, ugye szombaton meg vasárnap 12-12 darab meccsed van. Ahhoz, hogy top 100 legyél, mindet le kell játszani valószínűleg. Úgyhogy összesen 20, meg ugye 24, tehát 44 darab meccsünk van egy héten, abból célszerű mindet lejátszani, mindent megnyerni. Eredménytől az ilyen 2000, tehát hogyha le 5-0-ázol egy csomó csapatot, az ugye 2700 pontokat jelent, ami tud kompenzálni esetleg egy vereséget, vagy egy le nem játszott meccset. De most az nem fog menni, ha nem vagytok robotok. De aki ezt a videót nézi, az valószínűleg azért nézi ezt a videót, mert nem robot, és akar valamit tanulni, és ezért hoztam el nektek ezt a videót. Amit itt mondani fogok nektek, az nem saját ötlet 100%-ig, ezt így összeszedegettem az internetről, mondjuk így. És tehát néztem én emiatt Gorillát, néztem Molnár Gabót, néztem
ilyen sima youtubereket is igazából. Sok hasznos információt lehet így összeszedni az interneten a játékról. Annak a dolognak az egyik részét, amit én most itt mutatni fogok nektek, az például én Molnár Gabótól szedtem, idézőjelben. Úgyhogy akkor kezdjük el az egészet. Mert már eleget beszéltem. Az első csapatot megnézzük. Ezt meg kell vernünk, gólt kaphatunk tőle, most mondom. Ott egy Mandzukic, ott egy Mbappé. Gólt simán kaphatunk, Mandzukic, Mbappé párostól. Bármikor bevághatják azt az egy random, vagy két random gólt akár. Bármelyik pillanatban, de még a szarszutyok non-rare gólja is. És akkor itt a csapat, amit használni fogunk. Idén én a La Liga mellett tettem le a voksomat, mert nem tudom, mert a Premier League már a könyökömön jön ki, és inkább fizetnék gyerektartást 6 gyerek után, mint hogy Premier League csapatom legyen. De a Serie A sem tetszett. A Serie A még gondolkoztam, de úgy voltam vele, hogy az is volt tavaly egy időben. Úgyhogy maradt a Bundesliga, meg mondjuk a La Liga. És a Bundesligára idén ránéztem, és igazából lófasz esti fényben, amit a Bundesliga jelenleg ajánlani tud. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy La Liga lesz. És akkor itt jönnek az első dolgok. A védelmed igazából squad battlesben mindegy, mert a gép az vagy belövi, és akkor így is úgy is belövi, vagy talán nem lövi be, és akkor meg igazából tök mindegy, hogy neked itt most egy Prime Cannavaro, meg mit tudom én, UCL Ramos párosod van hátul, vagy éppen egy, most nekem egy Godin, meg egy Informálvaro. Ami viszont fontos, és az első alappillére ennek az egész játéknak, az az, hogy van nekünk 4 darab olyan támadónk, akik nem analfabéták lövés szempontjából. És itt most nem feltétlenül a finishingről beszélek, mert ugye itt látható Dembélének 74-es shoot, vagy 75-ös shootingja van. És igazából, tehát a lövő statjai mindenek csak nem jók, mégis tud lőni a játékban. A két CM-ről meg annyit beszélek, hogy ők vagy CM-et, vagy CDM-et játszanak annak függvényében, hogy ebben a felállásban állok-e fel, amit most itt láttok, vagy 4-2-3-1-ben, amit én itt meg a 4-2-3-1-et látható itt a felállás. Online-ban mindig ezt használom, és majd nektek is ajánlani fogom ehhez a játék stílushoz, amit mutatni fogok nektek, ami gép ellen baszottul hatásos, viszont online is baszottul hatásos, csak az a különbség, hogy gép ellen célszerűbb egy két támadósat használni, online viszont teljesen jó ez a 4-2-3-1, látható, hogy az a Coutinho, Benyeder, Dembélé, KTK vagy CAM sor, ami ott nekem van, az egy életveszély. Tehát azok, amiket tekerni tudnak, arról nem beszélve, hogy Suárez néha visszajön, amikor elkezdek passzolgatni ott a 16-os elől támadásnál, kicsit kijebb jön Suárez, ő is meg tudja már kapni a labdát, életveszély az ellenfélre nézve. Na de akkor kezdjünk is neki ennek az egésznek, és akkor legyen innentől a szó azé, hogy mit is kéne nektek csinálni annak érdekében, hogy le tudjuk győzni ezt a rohadt Legendary botot Legacy Defending nélkül. Én azt ajánlom nektek, hogy az elején kezdjétek sima, egyszerű finesse shotokkal. Nem kell timed shotot használni. Aki nem tudná, hogy a timed shot, vagyis a timed finishing, az nem csak a B-re vonatkozik. A timed finishing az összes lövés fajtára vonatkozik. Tehát az, hogy megnyomom a B-t hosszan, aztán megnyomom még egyszer, az ugye a sima B-s lövésnek a timed finishingje, a timed verziója. De hogyha én lenyomom mellé a finesse shot gombot, és ugyanígy kétszer nyomom meg a B-t, akkor a finesse shotom lesz timed. Ugyanígy, hogyha a triggeres lövést, ugye ami eddig ilyen bikázó lövés volt, azt is ugyanígy tudom használni, illetve a driven shotot is lehet így használni, csak hát ahhoz legalább kell még mondjuk egy CM-iker, hogyha valaki a idei driven shotot akarja még timed shotos formában használni, hát sok sikert. Tehát lábbal még nem tudunk sajnos játszani, vagyis hát lábbal és kézzel is, inkább úgy mondom. Szóval, első tipp, a
ami nagyon fontos, és jegyezzétek meg, és akkor elkezdjük a meccset, felejtsétek el a sprint gombot a támadásnál. Miért mondom ezt? Ha most itt nézitek, akkor láthatjátok, hogy ez a szerencsétlen védő, ez fele annyira nem agresszív, hogyha nem sprintelek, mint hogyha sprintelek. Egyszerűen nem támadnak ki rám. Vagyis hát fele annyira támadnak ki rám, mint hogyha sprintelnék. És akkor itt jön az első feladat. Én ezt ilyen szalag taktikának neveztem el, vagy nevezzük annak. Vegyünk egy jobblábas játékost, mint mondjuk Suárez. Suárezzel, én itt majd lehet, hogy be fogok vágni egy ilyen kis dinamikus ábrát, Suárezzel elkezdek vinni a labdát bal oldalra. Majd bal oldalról visszahúzom, befordulok középre, és itt, hogyha van egy szabad lövési lehetőség, akkor már durrantom is a finesse shotot. Az a lényeg, hogy egy ilyen kis hurkot fogunk leírni a védők körül, hogyha nem akarjuk a drawbacket, használni, akkor egy ilyen kis hurkot fogunk leírni a védők körül, és úgy fogjuk őt körbefutni, annak érdekében, persze ismételten sprint nélkül, annak érdekében, hogy egy nyílt lövő pozícióba kerülhessünk. Nem azt mondom, hogy minden egyes, minden áron ezt kell használni, tehát itt jövök, itt visszafordulok, és itt a szabad helyzet, és már be is lőttük az első gólt. A finest, ugye látható, time shotba lőttem el, zöldbe ráadásul, ezt meg kell szokni. Ez egy idő után zsigerből fog jönni, és ilyen gólokat lehet vágni a gépnek. A gépnél gyakorlatilag, ha észrevettétek, még nem volt labda. Erről beszéltem, leírom a kis hurkot, és ott volt előttem a szabad lehetőség. Azt most megmondom, hogyha ezt így jól el fogjátok tudni lőni, akkor az a 10%, ami nem fog bemenni, vagy legyen 20%, az nem a kapusnak a védése lesz, hanem az, hogy a védő le fogja tudni blokkolni a lövést előletek, az is sokkal gyakoribb dolog lesz, mint az, hogy a kapus effektív ki tudja védeni ezt a timed finesse shotot. Mint láthatjátok, megint nem jön ki a védő, simán rá tudom vezetni, itt egy kicsit visszahúzom, és itt már tüzelek is, és ott a 2-0. Ez a két legfontosabb pillér, vagy szabály, vagy nevezzük akárminek, a FIFA 2019-nek az SB játszásában. Ne sprintelj kizárólag védekezésnél, tök mindegy, hogy sprintelsz-e vagy nem. Látható, itt vagyok Coutinho-val, kicsit megkavarom a védőjét ide-oda, ott a szabad lövés, ellövöm kapufa, innen kipattanó, 3-0-ra vezetünk a 33. percben. Úgy, hogy a gép eddig gyakorlatilag nem szólt bele a mérkőzésbe semennyire. A gól láthatátok, hogy nem csak a finesz létezik egyébként. Tehát, ha látod, hogy indul meg az ember, és lehet neki adni egy jó szöktetést, ki lehet játszani háromszögben, akkor nyugodtan lehet azt is használni. Igaz, ez mondjuk egy rohadt nagy faszmáker gól volt, és hogyha online-ba kaptam volna ilyet, akkor lehet, hogy megáldottam volna az édesanyját 5-6 gyerekkel, de ez most egy... Ez most más, ez most Squad Battles, itt az AI ellen játszunk, a gép ellen, a gépnek meg nincsen se anyja, se apja, és nem ismer se Istent, se semmit, úgyhogy vele azt csinálunk, amit akarunk. Minden áron az legyen a cél, hogy szerezzük meg azt az 5 gólt, és hogyha megszerezzük azt az 5 gólt, akkor onnantól kezdve már igazából rohadtul mindegy, mi fog történni a meccsünkben. Kapunk egy gólt, ez van, kapunk 2 gólt, ez van. Kapunk 3 gólt, még majdnem, hogy akkor is lehet azt mondani, hogy ez van. És ott az 5. Lehet, hogy meglátszik a minőségén az, hogy próbálok nektek is közben mondani valamit, de egyszerűen, tehát nem nagyon tudtam másik kivételezni, így is örülök, hogy sikerült, mert nagyon örülök, hogy ilyen sokatok szerette volna ezt a videót. Tehát még egyszer, a két legfontosabb tipp, a finesse shotnak az elsajátítása. Elején használhattok nyugodtan sima finesse shotot, nem kell timed. Elején próbáljátok meg a sima finesszel, aztán próbáljátok meg áttérni a timed shotra. Ha ezt a timed shotot tényleg sikerül elsajátítani, akkor kezdjétek el gyakorolni ezt az úgynevezett szalag, nevezzük szalag módszernek. Ezt a kis körbe-körbe futkosást, hurkolást, illetve ilyen kis háromszögeknek a leírását, mindeneket most csinálok itt Suárezzel, ilyen háromszögeknek a leírását, mert hogyha ezt megtanuljátok, akkor folyton lesz majd helyetek, folyton
előjönnek azok a lehetőségek, amikor el lehet durrantani azt a finesse shotot. És ez a lényeg igazából, mert a finesse shotnak a mi voltja az, hogy hogy kell előni, hogy kell jól időzíteni, az egy idő után jönni fog magától. Én sem nagyon gondolkozom, én sem nagyon nézek már a csíkra. Nyugodtan kapcsoljátok be a trénert, azt mindjárt meg fogom mutatni, hogy hogyan lehet kevésbé idegesítő módon bekapcsolni a trénert. És nyugodtan használjátok. Hát, hogyha zavar, akkor ki lehet kapcsolni, de akkor valószínűleg nem fog annyira menni az elején ez a... ez a timed shot-os díj. Nyugodtan használjátok, szokjatok hozzá, hogy hogy kell használni, és majd esetleg utána kapcsoljátok csak. Látszik, megvertük 5-0-ra ezt a szerencsétlen gépet. 871 coint kaptunk. A coin már árulkodik a pontunkról. Ha nagyon jó pontot kapunk, akkor az ilyen 900 valahány coint fogunk kapni. Viszont, amit most mi kaptunk, az ugye 870. Akkor kérdezhetnétek, hogy hát 5-0-ra megvertük, miért nem kaptunk max pontot. Azért, mert ugye minél kisebb a ellenfélnek az overall ratingje, tehát a csapat rating plus chemistry, ez minél kisebb, annál kevesebb a maximum elérhető pont. Az ilyen csapatokra, most meg is fogjuk nézni, ilyen 2600 valahány pontot szokott adni. Ha nagyon elverjük és nagyon kimaxoljuk a játékot, akkor 2700 legalját fogja adni. Amit most itt is láthatunk, hogy 2672 pontot kaptunk, tehát majdnem 2700-at, ami az ilyen csapatok ellen gyakorlatilag a maximum pontszám. És akkor amit mondtam, srácok, hogy hogyan kell a trénert úgy beállítani, ahogy nekem is volt, az itt a következő módon láthatunk el, az a Movement and Mechanics. Ez azt jelenti, hogy ott felül láthatjátok, hogy ott van a time finishing bar, ami nekünk kell, csak hogy ott van még a shot elevation, meg a pass receiver indikátor, meg a Marinéninek a bevásárló listája, meg minden lófasz, ami nekünk nem kell. Ezért ilyenkor lejövünk itt a Mechanics menüpont alá, és a Pass Receiver indikátort kioffoljuk, a Shot Elevation-t kioffoljuk, és a Time Finishing Bar indikátor fog nekünk kizárólag bent maradni. Finishing indikátor az hibátlanul meg fog jelenni, mint ahogy látjátok, és ott is van az első gólunk Coutinho-val, pontosan úgy, ahogy tanítottam. Leírjuk a kis hurkot, azzal megverjük a védőt. A védő leszakad rólunk annyira, hogy ott legyen előttünk a hibátlan üres hely. Lehet látni, mondjuk itt alapul üres hely volt, de látható, hogy ez egy nagyon rossz szög. Lefordulunk róla, ott van a hosszúba való szabad utunk, gyakorlatilag már ki is van kövezve minden hibátlanul. Hibátlanul előtte Coutinho zöldben a labdát. Bum, bent a hálóban. Ez a FIFA 19-nek a promója, erről szól az egész FIFA 19, erről a rohadt time finishingről, és tök mindegy, hogy te ezt a time finishinget hogy használod, kivel használod, mivel használod, kenyérre leszed, vagy mustárral, vagy ketchuppal, ez a time finishing akkor is olyan kibaszott OP, hogy a végén, hogyha elsajátítod úgy, ahogy, ha nem azt mondom, hogy én, de, tehát hogyha már jól elsajátítod, igazából a végén már te fogsz sírni saját magadtól, hogy mennyire szánalmas gólokat tudsz folyamatosan vagdosni. Ilyen gólokat lehet lőni, hogyha jól megtanod használni a finesse shotot. A finesse shotot még egyszer mondom. Tehát nem kell használni a több ilyen szar, ilyen-olyan lövést, mert nézzétek meg! Nem tudok én mondatot végigmondani anélkül, hogy Suárez ne vágjon egy gólt. Ezúton is rohadjál meg, amúgy nagyon megérte, és szeretlek, ne haragudj, de... Tehát tényleg, elképesztő milyen módon lehet szórni a gólokat így, és... Az az igazság, hogy meg lehet próbálni használni a sima base timed shotot is, én is szoktam néha egyébként, gyakorlatilag egyébként csak timed shottal lövök most már. Egyetlen egy esetben nem használom a time shotot, amikor közel vagyok a kapushoz, és egy ilyen 1v1 szituáció alakul ki, és csak el kell lőni valahogy mellette, akkor nem a time shotot szoktam használni, hanem sima, egyszerű B-vel ellövöm a labdát mondjuk, vagy valami ilyesmi. Szóval, láthatjátok így már a második meccsen is, hogy mennyire durván működik ez az egész. FIFA 18-ban valószínűleg a 99%-otok
driven shotokat használt, ugye ezt a low driven shotot, ami 18-ban ugye mennyire OP volt, meg mindenki szerette, meg azzal lehetett gólokat lőni, idén meg ugye kell hozzá kettő kéz, három láb, meg egy Jehova tanúja, illetve egy pap, aki feladja az utolsó kenetet, hogy meg tudjad lőni azt a szerencsétlen driven shotot. Hát nem ajánlom annak a használatát, főleg, hogy ennyivel OP-bb és sokkal hatásosabb lövések vannak most már a játékban. Ugye azért a driven shothoz elég sokat kellett tekeregni, meg ahhoz azért célszerű volt ugye boxon belül lenni, ehhez nem kell a boxon belül lenni. Sőt, igazából még azt mondom, hogy még az erős lábra sem kell tenni ezt a rohadt labdát, mert most ellövöm bal lábbal, és bent van! És bent van! És még csak nem is zöldbe lőttem el, érted? Sárgával lőttem el Suáreznek a bal lábával, és akkor a gólt lőtt, hogy mindjárt lefossam a bokámat. Tehát erről beszélek. Meg kell találni azt minden FIFA-ban, ami rohadtul működik, és azt kell csinálni. Ha ezt eddig valaki nem tudta volna, akkor itt van ez a videó, és most már tudja. Ez nektek készült itt a Weekend Warriors csoportnak, hogy ti tudjátok használni ezt, vagyis ha még nem tudjátok használni, akkor tanuljátok meg használni. Ha nem is tudtatok ennek a létezéséről, akkor most már tudjátok ennek a létezéséről. Illetve, hogy adjak valami támpontot, tippet arra, hogy mégis hogy kell ezzel a szarjátékkal játszani. Igazából, mint mondtam, működik ez online-ban is. Teljesen. Ugyanez, amit itt mutatok. Kicsit bonyolultabb ugyan a helyzet, mivel nem ekkora analfabéta általában egy online player. Hogy ott a zöld lövés, ott a gól. Nem annyira analfabéta egy online player, mint ez a bot védekezés szempontjából. Az online player az valószínűleg nagyon durán ki fog rád rássolni. Főleg, hogyha már lőttél neki egy vagy két ilyen gólt, és rájön, hogy mit csinálsz. Olyankor viszont mit csinálsz? Elkezd rád kijönni, mert tudja, hogy finesz csatolni akarsz. Ahogy elkezd rád kijönni, ugye lesz rajtad alapból egy védője valószínűleg a gép miatt, ami ugye a gép fog neki védekezni vele, meg ki fog jelölni még egyet, akivel ő fog védekezni. Most mit csinálsz ott? Nyilván nem próbálsz meg két embernek a szorítása között finesz shottal próbálkozni, mert rohadtul nem fog működni. Főleg, hogyha már lőttél ugye belőle kettőt, és már tudja, hogy ezt akarod csinálni. Ilyenkor van az, hogy váltani kell. Ilyenkor visszatérhetsz arra, hogy sprintelsz, szöktetsz, indítasz, illetve amikor kijön rád a 28. emberrel, mert fél attól, hogy finesz shottal gólt fogsz neki lőni, akkor mit csinálsz? Itt mondjuk most tegyük fel, most nagyon rám jön. És ugye eddig ezt csináltuk, hogy így passzolgattuk vissza. Egészen addig passzolgattuk itt a labdát a 16-os előtt, amíg nem sikerült egy olyan pozíciót találni, mint mondjuk most el tudtam volna lőni. Az online ember meg kitámad rád, nagyon durán. Mit kell csinálni? Egyet visszapasszolsz, kettőt visszapasszolsz, beadott középre, és akkor innen már tudsz lőni egy olyan gólt, ami nem finesz, nem is izé, és van ott 1 millió lehetőséged arra, hogy valami olyat csinálj, ami más, és nem a finesz shot. Tehát nem feltétlenül kell csak erre korlátozódni. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó dolog, ez egy nagyon hasznos dolog. Ezt, hogyha gyakoroljátok, most megmondom, hogy szarni fogjátok a vineket a legendary bot ellen. Kicsit gyakorolni kell, most is láthatjátok ebben a meccsben, nem terveztem ezt fölvenni, de most már tök mindegy, majd összevágom valahogy a videót, aztán majd kinéz valahogy, de legalább megvertem a botokat, és nem az van, hogy 1-0-ra szopok ellene, aztán meg itt ég a pofám, hogy itt jövök nektek tutoriálokat csinálni, aztán el sem tudom verni a botot. Illetve, most, hogy bejött ez a szabadrugás, akkor emlékeztetném az egész community-t, hogy a tavaly Molnár Gabó által magyar ugye viszonylatokba közzé tett szabadrugás forma idén is kurva jól működik. Főleg a gép ellen. De a gép nem fogja tudni, hogy te ezt a szabadrugás taktikát fogod használni. Úgyhogy amit te csinálsz az az, hogy megnyomod szépen az RB-t. Megnyomod szépen az RB-t, illetve ugye az R1-et PS-en, lenyomva tartod, a B-A sorrendbe véghúzod az ujjaidat, ugye a B-n és az A-n, tehát egy lövőcselt csinálsz, elengeded az RB-t, megnyomod a paszt kétszer, hoppá, mi történt, ott van üresen, zsír üresen ott van Dembélé, undorító time finishinget használtam, csúr pirosba, tehát menstruáció kevésbé piros, mint amilyen pirosban én előttem azt a lövést, és így is bement. Miért? Mert akkor a szabad, üres, tátongó, rohadt nagy lyuk volt, hogy a Grand Canyon megszégyelné körülbelül magát.
és nem egyszerűen tudta kihagyni. Pedig nincsen se 85 ezres finishingje, se 93 ezres composure, és semmije. Egy szutyok játékos, 75-ös shootinggal, és mégis belőtte, mert akkor üres helyzet volt, hogy ezt azért illik belőni. Még akkor is, hogyha olyan rohadt pirosba tudtam csak ellőni a labdát. Ezt a szabadrúgást nagyon tudom idén is ajánlani, hibátlanul működik. Onlineban azért már nagyjából vágják az emberek, tehát ilyen Division 6-ba, 5-ben még valószínűleg át tudod vágni vele a szerencsétlent, és 100-ból 100 gól tudsz így vele lőni, de azért egy ilyen Div, egy ilyen Div 4-től fölfelé, tehát Div 3-ba, ott már azért nem nagyon tudod megetetni ilyennel az embereket, de hát ki tudja, néha be tud jönni, néha nem jön be. 2712 pontot kaptunk, ami, tehát ami bőven rengeteg. És hogyha ezek megvannak, akkor igazából lehet látni 5-0, 8-0. Ezek voltak a könnyebb csapatok, nyilván ezek már egy fokkal nehezebbek lesznek, de nem sokkal. Egyáltalán nem sokkal. Simán ezeket is meg lehet verni 5-0-ra, 5-1-re, 5-2-re, és ha 5-2-re megvered, simán jó vagy 5-3-ra, még akkor is. Tehát az a lényeg, hogy igazából, hogy nyerjél, és hogy meglegyen az 5 gól. Ez volt a mára. Összevágom a videót, feltöltöm YouTube-ra, megkapjátok a csoportba, és találkozzunk akkor a top 100-ban. Töltsük fel Weekend League Warriors-os játékosokkal azt a rohadt top 100-at. Ez a cél. Persze ez csak egy vicc, nyilván nem fog sikerülni, de hát most igazából miért ne? Sziasztok!